durván 2 éve kezdtem el kijárni az erdőbe, még egy pici kompa géppel. Próbálkoztam őzekkel, ami ugye könnyebben megközelíthető, még esetleg nem ilyen felszereléssel. Aztán idővel az egyik kollégám fotózott, és tanácsokat adott, hogy milyen gépet kellene vennem, és így időről időre mindig megtetszett valami új, megvettem, és akkor lassan összeállt minden, ami kellene hozzá. Csönd van, az erdő nagyon közel van, minden madár, esetleg vadak is kijönnek, még napközben is. És nagyon jó lehetőség ez nekünk, mert máshol meg kellene menni a területet, folyamatosan figyelni rá, hogy esetleg valaki megtalálja, az valami kárt tegyen benne. Mindenképpen érzem a támogatást, ugye a területet is megkaptuk, nem kellett ekkor területet megvenni, ami nem kevés pénz lenne, meg azért itt azt csinálunk, amit tényleg amit akarunk. Próbálkozunk, hogy minden jó legyen, minden úgy kell, ahogy most próbálkozunk egy gyúrgyalag odúval, ami reméljük, hogy bejön, és egy búbos bankával. A kis testű énekesmadarak azok igazából, ahogy beülünk a lesbe, már pár percen belül ott vannak és esznek, isznak. Vannak, amik picit óvatosabbak, arra már viszont egy jó órát rá kell várni, és hogy semmi mozgást ne legyen itt, hogy belőjöjjön. Nem ritka, hogy szarvas esetleg disznó jön, általában azért, amikor már megy le a nap, vagy már amikor sötét van, addig maradunk. Az átruhának a részei, pulóver, a sapka, nemféleképpen télen, meg az embernek a bőre az nagyon messziről látszódik és zavarja az állatokat. Csönd van, nyugodtság, az ember nem gondol a hétköznapi problémákra. Meg azért jó a természetbe kívülni, én legalábbis nagyon szeretek. Célom nincs, ameddig szeretem, addig csinálom, de szerintem ez életre fog szólni ez.